Na, no, sziasztok és üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk a következő FIFA 22 karriermód videónkban. És kérdezhetnétek, hogy miért nem FIFA 23 azunk és miért nem FIFA 23 karriermódot nyomunk. Azért, mert úgy gondoltam, hogy már ezt a szezont én szeretném lezárni. Bár fel fogjuk pörgetni. Szóval ezt... Most vagyunk október 19-én. Azt mondja, hogy bajnokok ligában játszunk. Hát nagyon szerintem csak a bajnokok ligája meccsekre fogunk fókuszálni, a bajnokság már annyira nem érdekel minket. De még itt is fogunk szimulálni rengeteget, próbálunk előre haladni még egyelőre. Úgy állunk, hogy csoport elsők vagyunk, megvertük a Real Madridot egyszer, és talán a fenerbahce igen, úgy emlékszem. Szóval most egy quick simmel érkezünk, tehát Red Bull Lipce Olympic Lyon vagy Olympic Lyon, ahogy jobban tetszik. Ezt gyorsan szimuláljuk, így pörgetném ezt a szezont maximum, most kikaptunk sajnos. De még így sem állunk rosszul a tabellán, még így is szerintem megvan a stabil második hely, első hely, nem tudom. Ami tuti, az, hogy a bajnokságban nem fogunk egyszerűen játszani meccset, mert nincs időnk. És már nem fogunk elfogadni semmilyen, semmilyen szerződésem. Januárban még lehet megpróbálunk igazolni valakit, meglátjuk. Viszont pörgessünk, pörgessünk. Ott kikaptunk. meg meglátjuk, mit nyomunk. Nyertünk. Újra bajnokok ligája, meccs nézzük, hogy itt hogy állunk. Sajnálom, hogy ezt így kell pörgetni. De a FIFA 23-mat szeretném már nyomatni és ettől elbúcsúzni. Nem ebben a videóba fogunk, hanem még lesz még egy. Úgy tervezem, hogy két videó alatt ezt le kellene pörgetnünk az egészet. De lehet, hogy egy videóban is belefőj, nem tudom. Szóval azt mondja, hogy három meccs, hat pont, Real Madrid ugyanígy, Fener és a Lipcse következik ebben a sorrendben. Azt mondja, hogy akkor összeállítjuk a kis kezdőnket. Sajnos, hogy a Laport sérült, ami nem túl jó, de sok mindent ezzel kezdeni nem tudunk. Emerson behozzuk. Lukeba játszik. Upemekánó helyett. Tauar pihenni fog most. Faivre pihenni fog. Bor, ezt nem így akartam. Szóval ő jön. David bejön. És akkor ez, ez lesz a kezdőcsapatunk. A visszavágóra, a hazai pályán vagyunk, szerintem nyugodtan szimuláltunk, mert nem állunk rosszul ebben a csoportban. Gulácsi Péter ott van a kapuban, Szoboszlai, aki még minket érdekelhet, mert magyarok, szóval azért jó is kezdője van nyilván a Lipcsének, Lukman, Silva, Asensio, Campbell, mindenki benne van, Schlotterberg is megvan nekik, mindenki ott van, aki létezik, aki elég jó kis kezdőt állított össze a Lipcse, de szerintem meg kell vernünk döntetlen. Nem a legjobb, de legalább David duplázott, ennek örülök. Zsenetén David nagyon jó fogás, és szerintem, ha olyan csapattal fogunk FIFA szám karriermódhoz, amit írjatok kérlek csapatokat, hogy kikkel játszhatunk, kikkel játszunk, azt nyugodtan írjatok, mert az nekem sincs annyira sok ötletem, hogy kiket kellene nyomni. Jó, ott egy győzelem még egy győzelem a Real Madriddal fogunk játszani, és még azt hiszem, hogy van egy meccsünk a fenerbahce ha jól tudom, a Real csoport első követjük mi, szerintem még ezt is lehet szimulálni amúgy. Nekem elég a csoport másodiként továbbítunk. Szerintem. Na de állítom összeállítom a kezdőt. Ami annyiban fog változni, hogy bejön VAR. Ow, hol van? Ja, itt van, hülye vagyok. Bejön mondjuk Upe no, Lukeba helyet, bejön mondjuk még. Nem jön be senki más. Nem, az így jó. Oké, Ja, az lesz a kezdünk. És nyomunk, hát egy döntetlennek, azt nyomunk, az tökéletes lenne, vagy ha megvernénk, még jobb lenne. Hazai pályán vagyunk a Real Madrid ellen, nézzük az eredményt. Kettő, egy nagyon szép. És David és Emerson. Benzema lesérült, hoppá. Vini azért rugott egy gólt. Ettől jobbat nem kérhetnék. Rát, a Realt megverik, a lépcseit nem tudjuk. Na, mindegy. No comment, oké? Okay. <gülhogy> jó a lipcse, tudjuk, hogy jó a lipcse. Ma egyébként, mikor veszem a videót fel, akkor már túl vagyunk. A bajnokok ligája harmadik fordulóján. Tegnap játszott a Barcelona sajnos az Inter elverte egy nóra, hát volt ott minden. Aminek nem örülök, hogy ez így alakult, de ez van. liverpool is kikapott. Az Atletica-on is nagyon meglepődtem, hogy a Brűzs elverte 0 nóra még hozzá. A Bayern az hozta az 5 0 t kötelező módon. Liverpool is tudott nyerni, az Ajaxot az elég jól elverte a Napoli. Marseille is nyert 4-1-re bár még így is csoport utolsók, szóval ha össze kell kapják magukat. Ha akarnak valamit. Na, Fenner ellen játszunk, jöhet Dembelé. De David 83-asra fejlődött, mondtam, hogy ez a srác nagyon jó lesz. Auár pihenjen, elég fáradt szegényke. Ó, Pemekánom nagyon rossz állapotban van. Dubis is, szóval... Dubois, bocsánat, ő is nagyon Rottyom van, és behozzuk akkor Tokokwekámbi helyett kdv Laport visszatért, ennek örülök. Hát, akkor Upi Mekano pihenjen, itt van Laport. Így ez lesz a kezdőnk. Jó, hogy visszatért Laport, mert nem árt, hogy itt van a keredben, nem szeretnék már védőt vásárolni, meg ilyesmit. Megnézzük még egy posztra azért majd egy játékost. Csoport elsőjük vagyunk, a Reál egy ponttal le van maradva, itt ha döntetlenezünk, az is jó. De nyernünk kellene kötelező módon. Egy három tökéletes kaptunk egy pirosat, annak nem örülök. Szalai Ádám lesérült. Annak nem örülök így azért. Úgy, hogy gólt is szerzett, az igen. Szalai gólt szerzett és le is sérül. Nálunk pedig Dembélé, Pakéta és TT volt eredményes. De legalább nem sérült le senki, kaptunk egy piros lapot. Ott, ez van. Jó. Hát, um, elég jól tovább ebből a csoportból. Jó, én elhiszem akarna játszani, persze. Nem, ezek ilyen hülyeség. Na, még nem, őszinte vagyok hozzatok, nem néztem el még a FIFA 23 karrier módját, hogy hogy néz ki, mert ugye változott elméletben egy két. Ott egy win, 2 nulla. Még egy win, egy négyre. Te így haladunk, amúgy egy videó alatt le lehetne szimulálni, de fogunk játszni. Meglátjuk, hogy meddig jutunk igazából a bajnokok előre döntőjében. Vagy döntőig, mert eljutunk-e, vagy hogy. Csoportból már biztos, hogy kijutottunk. Az a helyzet, hogy itt már nem szeretnék játszani. A ligönbe, ahogy mondtam is. Ott ki is kaptunk 2-4-re. Kíváncsi vagyok, hogy így szimulálásokkal ez a csapat mit tud összepakolni magából. Hát a psg kikaptunk, de a és a... És ki ez? Most tököm tudja ki, itt vertünk már meg. Jó, ezt is szimuláljuk értelemszerűen. Egy három, nagyon jó. Kupa Nacional. Azon gondolkozom, hogy szerintem nem ligönös csapatot fogok vezényelni, hanem lehet spanyolt. Spanyol csapatra gondoltam, vagy csinálunk egy saját csapatot. Azt is megnézném. Hát a dijon azt elvertük, vagy Dijon, vagy nem tudom ki ez. DFC, jó, fogalm nincs ki ez. Azt elvertük oda-vissza, kupában is, és a ligonben is. De az is megnézzük, hogy kit vertünk el, mert nehogy ne tudjuk. Hopp, itt két piros leposunk is van, ajaj. közép középpálya az nem jó. az kutyára nem jó, hát Csávi Simons is fog játszani akkor sajnos, vagy nem sajnos, de ugye itt kell betennünk, így. Nyilván ők lejönnek, Upé a visszajön, hál' Istenek fáradt megint. Akkor inkább Kejta jöjjön be. Így, UP hát marad pados sajnos, Faimra visszajöhet, E kámbi visszajöhet, de belé most maradhat kezdő, és ez így fog kinézni. Ez a team. azt mondja, hogy minden van, tournament prize, mindent szereztünk itt, ami létezik, nagyon jó. Pörgessük már a végig, mert idegesít. Jó, oké. Okay. Gyorsan ránézzünk esetleg, hogy valami. Jó, Frigen játékos, vagy valaki. Hát itt nem sok mindenkit fogunk tudni venni, az a baj. Valakit biztos fogok venni azért, hogy legyen a klubban, hogy már pénzünket azért költsük el, ha már van. És azt mondja, hogy a legjobb 16. Nézzük, akkor Inter-Chelsea. Mi a Bergamo Calcio ellen játszunk, ami a, a Atalanta. Real Sociedad, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid. Ezt nem így akartam. Nem is így. Így akartam. Barca öm, úgy látom, hogy kikapott 2-4-re, az mondjuk elég szép teljesítmény. A Juventus megverte a Barsát 4-2-re, ugye Liverpool megverte 3-0-ra a PSG-t, Bayern 3-1-re a Real Madridot, és a City Napoli egyik X-et csinált eddig. A csoportok pedig, pedig így néztek ki, Hát itt a Marseille-t azt elég szépen körülverték, a Marseille ki tudott megverni. A Marseille meg tudta verni, hát igen, ezt a Dynamo Kievet. Tehát Atletico Napoli, Barca PSG, nem meglepő, itt sem meglehet azért, elég szépen csapat elsőként továbbítottunk. Liverpool, Real Sociedad, hát azt hiszem, hogy ezeket tippeltem, hogy ki itt tovább. Ezekből a csoportokból valószínűleg valami ilyesmi tippjeim lehettek azért. Hát a Ferencváros az egy szem x egy hát a az mondjuk szép. Sajnos csak ennyi futott az erejükből. Itt egy elég szoros csoport. Pont, 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 hogy... Uh, mit is akartam mondani? Ennek fussunk neki még egyszer, mit szóltok? Nem bágom ki, mert így vicces a videó. Több gólt rúgott a jobba jobb a Dortmundnak, mint a Benficának, ezért jutott ő ki. Bayer Inter, ez sem meglepő, Chelsea, Atalanta, ez is teljesen oké, okay, és a fecseszebét jól leverte mindenki. Még a Hoffenheim az azért kiállt magáért, próbált mindent megtenni, a fecseszebét oda-vissza megverte, meg még x egyet a Bergamo meg még egyet ugyanúgy vele. Na szóval ezek a csoportok, itt vagyunk mi. Akkor fogunk játszani, ha itt nagyon nagy bajban leszünk, de meglátjuk, hogy itt idegenben tudjuk keverni az Atalantát, vagy nem. 1-0, az jó, nyilván jó, de nem a legjobb. Azért így 2-0 kikapunk, hazai pályán akkor beszívjuk a lompost picit félek, de szerintem ezt nem játsszuk, hanem meg, meg, bízunk a szerencsénkben, na mondjuk ezt így. Jó, nyertünk, azt is remélem nyertük. Kikaptunk itt, a nantes pedig nyerünk, jó. Itt is vagyunk. Úgy nem tudom, most átigazolás időszak van már, vagy... Már annyira, hogy túl is mentünk rajta. Hát így elsuhantak itt a hónapok. Na most már nem veszünk senkit akkor. Az igen gyerekek. Ha mondjuk 36 millióból igazából sok mindenkit úgyse tudtunk volna megmozgatni, szóval... Mindegy. Upe Meccano, helyett bejön, szerintem csak nagyon szeretem játszatni. David jön Dembele helyett. Onana már 89-es. Csavi Simons helyett Kaguért jön. Jön Kispadra. Rainy és Simons is jöhetne. Kicsit feljebb, hogy lássuk így. És szerintem ez lesz az a kezdő, amivel kimerünk állni. Yes, oké. Okay. Ez egy erősebb kezdő, mint az előző meccsünkön, szóval én remélem, hogy hazai pályán simán nyerünk. X, ami nekünk jó. X, ami nekünk nagyon jó. 89. perzeig pasalic vagy kitől. pasalic még kaptunk egy gól, de nem baj. 2 1 összesítésben tovább jutottunk. Nézzük, kik jutottak és hogy állnak. Azt mondja, hogy az Inter jutott tovább, ugye. Tovább jutottunk mi. Tovább jutott a United, de elég nehezen, de sikerült azért nekik. Dortmund jutott tovább, hogy ma atletik. nem Atletico, vagyok, akkor nem mondtam semmit. Azt mondja, hogy Juventus tovább jutott, Liverpool jutott tovább, 0-0-t játszottak, Bayern jutott tovább, és a City-t kiejtette a Napoli, az igen, az mondjuk elég érdekes. Jó, hát akkor így haladunk tovább. Nézzük itt, hogy mi hogy van. Itt kapunk pénzt, minden lesz pénzünk a szezon végére, csak abba adjuk a szezon, nyilván már nem fogunk többet játszani. FIFA 22 t abba hagyjuk. Nápoli lesz az ellenfelünk. Hoppá, nézzük itt egy win. Jó, nagyon jó. Szerintem, hogy is benne leszünk a top 4-ben. Én... Nagyon sarcos. Na most nem kéne komolyabb sérülés legyen csapatunkban, mert az minden reményünket szerte foszolhatja. Így megdicsérünk mindenkit transfer felnézünk. Ott szerintem itt nagyon senki nincs, aki... Senki. A kezdőnk picit, picit, picit fárad, de... Nem haszna lehetetlen. Szerintem marad is ez így első meccsre. Márszal jelen gyengítünk rajta. Pihentetünk majd a következő mérkőzésünkben, ligönben. Na idegenben a Nápoli ellen, nézzük, aki kiejtette a... Hát egy X, egy X, egy X jött össze. Legelősebb kezdünk el egy X idegenben, nem rossz ez. Ezt egy videó alatt bőven ledaráljuk, gyerekek, ezt a szezont. Ezt egy videó alatt nagyon bőven ledaráljuk. Én nem szeretnék port... Nagyon jó Portugália, meg elhiszem. De sajnos nem szeretném vezetni. És a... Dánokat sem. Na, akkor Marseille nagyon-nagyon csináljunk valamit gyorsan. Laport, meg ezek játszanak mindenki. Lukeba is játszon. Tete is játszon. Mindenki. Gyengítünk, gyengítünk a keretünkön. Muszáj. Awar fáradékonyabb. Rideback -be behozzuk ezt a csávót. Kaguert helyett behozzuk Simonszt. t Pakéte mondjuk játszon akkor. Onana az játszhat azon az maradjon ott. UP Mekánó sem merjen bejönni. Jó, ez így lesz valahogy. Tudom, hogy nem az életem legjobb kezdői csapata, de... És a Marseille pedig nem egy gyenge csapat, mi pedig a második helyen vagyunk, és a Reims az első. PSG-t agyonaláztuk. Marseille hatodik, hát... Lehet eldaráljuk valahogy. Eldaráltuk, úgyhogy Dembélé még kiadott egy gólt. Egy 11-est, vagy nem tudom, hogy mi ezzel a kezdővel a Marseille-t eldaráltuk, az elég jó. Az elég jó, hát jó volt volt a kapunkban nyilván, de hát azért minőségileg pedig nem álltunk túl jól. De azért ezzel a kezdővel nem mernék neki menni a Napolinak. Ha nem haragudtok, akkor hozom is a legjobb embereinket erre a feladatra. Itt taktikusan muszáj volt pihentetni, mert anélkül itt nem tudtunk volna jó kis kezdőt összealakítani. Lukeba hmm, helyet szöjjön Még Lukeba jó, csak most kicsit fáradt hát picikeit. Na, ikoné helyett jöhet vissza. Emerson. Laport jöjjön itt Wood helyett. Favre jön David, jön Tokoe Ekambi, közben Kadevert is fejlődött. Ő helyette Csavi Simon szapadra. És így. Na ezzel a kezdőnk, Meglátjuk. Hát azért 80 feletti. Szinte mindenki kivéve. dubois de 80 feletti mindenki. Tokenkambi is 80-as. 81-ek vannak, hát ez ilyen átlagban ilyen 83 körül lehet. Meg nézek majd egy átlagot, számolok azonnal, sőt, számolunk most egyet. Na, ki számoltam, ez egész pontosan 83,9, tehát majdnem 84-es összeértékelésű, hoppá, hoppa, a csapatunk. Szóval nagyon közel vagyunk, tehát fejlődne valaki egyet, és kb. meglennénk. Nem akarok itt kimenni. Na, hazai pályán, április 11 én 2023, Olympic Lyon, Napoli meccs. Nézzük, ki fog tovább jutni. Egyelőre egy-egy összesítés, a legerősebb kezdőnkkel jöttünk ki szerintem. Szóval helyett esetleg betettük volna Duboiszt, akkor Duboiszt, a másik cb akkor lehet, hogy picit erősebbek lettünk volna, de így jó lesz. Nézzük. 0-0 és penáltiba sajnos kikapunk. Penáltiba sajnos kikapunk. Zsordiálba Alba is. Nápoliban ez igen. Hát, ennek nem örülök, hogy nem jött össze a bányokokliga egy győzelem. Vagy ahhoz közeli hely. Hát sajnos kikaptunk. Penáltiba nem örülök neki akkor nem lesz bajnokok Ligája egyeisztes a Lyon. De akkor már szerintem leszimuláljuk az egész bajnokságot. Ha már így állunk. Hát ezt nagyon sajnálom, hogy nem jött össze. Ki van csak, ki a bajnokok ligáját. Az is lehet, hogy a Napoli. Hogy valahogy ebben is most az olasz csapatok elég jól nyomják. Lehet, hogy itt a játékban is. ligőmben pedig tarulunk. Mm, jobb. Na nyomjuk neki. Hát akkor, hát ezt kikaptunk a Jorentétől. Nem feltétlenül vannak velem megelégedve, de... Unhappy. Van, aki nem boldog, de ez van. Nézzük meg, hogy hogy áll a bajnokok ligája. Na, Európa konferencia konferencia ligát megnyerte a Dortmund, de azt meg is nézzük. Vagy mi? Bocsánat, nem, itt valamit elnéztünk. Mi történik itt? Nem a konferencia ligát nyerte, ott valami bágos volt, a Dortmund nyerte az Európa a Champions League-et a Dortmund nyerte, és a Napoli ellen. Mondtam én, hogy a Napoli, az valamiért éreztem, hogy tovább üt mindenkit, nézzük meg, amikor mi kiestünk, tehát itt testünk ki, Dortmund Intert kiejtette 5-1-es összesítésre. Még a Bayern a liverpool ki tudta nyomni, minket a Napoli kiejtett, és a Juventus a United-ot ejtette ki. Nem ezt akartam. Utána jött a Dortmund Bayern meccs, itt a Dortmund fölényesen tudott nyerni 3-2-re, a Napoli pedig egyszer nyert 2-0-ra, utána pedig 0-0 a két olasz klub között, így a Napoli továbbított, és a Dortmund Nápoli meccsen is penáltiba dölt el a dolog, 11-es párbajba jobb volt a Dortmund. Hát érdekes egy bajnokok ligája, nem mostanában volt a Dortmund bajnokok ligája győztes, Viszont mi 91 pontot szereztünk a ligámban. Hát ez hihetetlen, ez szép. Hogy hát miért Európa Konferencia Ligát mutat, azt, azt, nem kell nézni. Na nézzük akkor még. Hát egy kicsit bágos, azt hittem, hogy a Dortmund a Konferencia Ligáig esetleg, úgyhogy hogy azt nem tudom. Sporting pedig az Európa Liga győztes. Jó. Hát a Gólövő listát vezeti Kylian Mbappé 26 góllal a szezon végére, Neymar Junior 20 góllal, Toko Ekambi követi a mi fiunk 20 góllal, Labord követi 18 góllal, őt a negyedik helyen, Delort az 5. helyen 17 góllal, 6. helyen a Stade Reims játékos a Nö de la Cruz 16 góllal, 7. helyen Diallo 15 góllal, és 8. helyen Lucas Paqueta követi a Cabellát. 15 gola szintén. Amit még fontos lenne tudnunk, azt nem tudom, mit kellene még tudnunk. A piros lapokat megnézhetjük. Mi kaptunk pirosat? Azt hiszem kaptunk, igen, kaptunk egyet, AOR kapott egyet. Egyszer. Na. No. Kó, megnézhetjük, hogy ebben a szezonban, mielőtt lezárnánk a szezon ki, hogy fejlődött Squad Hub. Onnan a plusz kettő, ugye 89-esre fejlődött, ami nagyon jó ötlet volt megvenni, majdnem 100 millió az értéke. Ez a Wood is fejlődött kettőt. Emerson kettőt fejlődött, 27,5 millió az értéke. De ezeket a kicsiket nem nézzük. Még Kone, aki játszogatott néha, ő is tudott fejlődni egyet, nem rossz upm Meccano 2 fejlődött ebben a szezonban, tehát nem a két szezonban, ami óta megvan, vagy másfél szezon óta van, csak ezt a szezon nézzük. 2 t fejlődött, 87-es, 108,5 millió a piaci értéke. Szerűen is tudott egyet fejlődni, így 81-es, 28 millió. Lukeba 82-es, 3-at fejlődött, nagyon jó fejlődött, sok játék tudott szerezni magának, de mivel jött Szöjjöncsú, azért itt már egy kicsit belassult. Na de így is 84,5 millió az értéke. Laport, ő nem fejlődött értékéből is vesztett, ő csak egy ilyen pótló ember. Szerepet játszott, itt egy légiósunk. Őt vissza tudtuk volna hívni mondjuk, nem egy rossz lap amúgy. Lap. játékos, nem egy rossz játékos. Leo Dubois fejlődött egyet, hát Dubois nagyon lassan fejlődött, ő a csapat leggyengébb, a kezdünk leggyengébb eleme. Szóval cserélném, valószínű, hogy cserélném le. Azt mondja, hogy közben itt akarom a nyakam. Kauguert 2, egy 86-os, 23 éves francia, támadónk 89, majdnem 90 millió az értéke. Reine is fejlődött egy darabot, 25 éves francia. 23 millió az értéke, elég jól nőtt az értéke, viszont Keita is tudott egyet fejlődni, AOR fejlődött, ő csak egyet fejlődött, az értéke 20 kal nőtt majdnem 75 millió az értéke, de már csak két hónap van szerződéséből. Lucas Paqueta, aki még itt van nekünk, ő kettőt ott fejlődni, 88-as értékelés kapott, 120 millió értéke van, tehát ő szerintem a legdrágább a keretünkben. Azt mondja, itt is van egy jó kis emberünk, itt kölcsönbe. 45 millió eurót ér. Azt mondja, hogy Tokyo Ekámbi 2 fejlődött, azt mondja, hogy 20, majdnem 30 millió az értéke, jól ugrott az értéke. Fajévre egyet fejlődött ebben a szezonban, az nem sok, de sejében 84-es. És 57,5 millió. Kadevere, aki sokszor kiúzott a szarból 7 millió eurót ér és 75-ös, egyet fejlődött. Azt mondja, hogy a kurzort elviszem. TT3-at fejlődött, 58,5 millió az értéke, megérte őt megtartani. Csavi Simons is tudott 3-at fejlődni, 11 millió lett az értéke, 129 kal nőtt. Ő ugrott a legtöbbet a piaci és szerintem, ha FIFA karriáma odazok, a 23-ban, amit biztos, hogy fogok, őt meg fogjuk venni simons -t. Úgy nagyon bomba, úgyhogy alig játszik, bombáú fejlődik, tehát most 20 éves Holland, szuper egy kártya. A Jonathan David, akit még egy nagyon érdekes kártyába a szezonba vásároltuk, 3-at fejlődött, 23 éves Kanadai, 62,5 millió az értéke, 38%-a nőtt. Itt van kis Dembelink, ő már inkább majdnem ki, ilyen rotációs szerepet játszott a csapatban. 83-as értékelés, egyet tudott fejlődni, 26 éves, 51 millió az értéke. És ezzel véget is értünk. Tehát itt a kis csapatunk, nem egy rossz csapatunk lett. Így a végére. Szerintem akkor Tokyo 21 gól a lista vezetőnk. Pakéta 19 gól, AOR 13 gól. Csatároink 18 és 10 gól, asszisztokkal pedig a legjobb az, hogy megnézzük így. Azt mondja, hogy Davidnek van 6, addig ő a legjobb. Pakéta 19, asszisz 19 gólal, az igen. Azt hiszem, a Pakéta volt az egyik legeredményesünk sebbünk, és értékelése is Pakéta a legnagyobb kapusunkon kívül, hiszen onana a legnagyobb értékelésű a csapatunkban. 5 assziszta van, mondjuk az elég szép. 14 Clean sheet, tisztázás, ettől, csak emerson van, egyel kevesebb, Upamecano-nak attól is egyel. dubois is 15, de a legtöbb clean sheet az 15-tel van, Kaguertnek ő ezt tud elszedni, ezt a címet magának. Nem egy rossz team, amúgy van itt még 13 Tokoe is. Na, ha szerintem tisztázás az a clean sheet. Szerintem egész szép csapatot tudtunk összeállítani, még utoljára nézzük meg. Most már nyilván nem hosszabbítunk szerződéseket, meg nem annyira törődünk. Tehát onnan a 89, UP 87, ezeket nagyon megérte megvenni. Szajoncsú is, elég jó kiegészítő emberke. emerson ugye megvásároltuk, benne volt a csapatban, de a csázítő megvettük. Ahogy kit vettünk, még Davidet is nagyon megérte megvenni. Itt, itt nem vettünk senkit, itt az alapemberek nagyon jól fejlődtek szerintem akit még vettünk, az ki volt? TT, akit megvettük, úgymond itt volt a csapatba, Ságtártól vettük meg. Meg kölcsönből volt nálunk, ő is nagyon bevált szerintem. Lukeba itt volt, Csavi Simons is egy nagyon jó lap. Laport, hát ő már csak kiegészítő szerepet játszik. És nem tudom még kiket vettünk, de szerintem ennyi. Hát nyilván onnan nagyon megérte, és meg is nagyon jó. Ennyi tudnék elmondani. Azt hittem, hogy kell vagy két-három rész is, hogy feldarabolom, de bajnokok ligáját nem nyertünk. A ligönt azt megnyertük, elég fölényesen, 91 ponttal. 29 győzelem, 4 döntetlen és 5 vereséggel. Ugye itt nem nyertünk sajnos semmit. a, a, a ez mi? A Superkupát a United nyerte. Ezt a shieldet, ezt megnyerte a Continental Shieldet a Spurs. Ez itt, nem tudom mi. Itt hol estünk, itt egész korán a, a Nemzeti Kupába is kiestünk az elejé döntéiben És még itt volt nekünk egy trofé Championsunk, ott pedig a Paris Saint-Germain győzedelmeskedett. Hát ennek a szezonnak itt a vége, hogy a FIFA 22-es videónk is, ez az utolsó, ami kikerül, de most jól mutassa végre. A bajnokok ligáját érje ott, nem a konferencia ligát, hogy a Dortmund nyerte. Kicsit gyorsan vettem fel ezt a videót, mert mindent, tehát le lehetett volna játszani. De szerintem nem volt ez egy olyan rossz szezon. Ha megnyomtunk volna egy szezon, talán abból a pénzből, ami most nekünk van, amit megkapunk, addig még gyorsan elszimulálunk. Nem tudom, mikor van vége a szezonnak. Most van vége a szezonnak. Mindjárt megnézzük. Abból a pénzben nem tudom, mennyi van. Biztos, lesz, hogy 100 millió eurónk. End season. Nézzük, mennyi van. Ebből biztos lehetne igazolni valami nagyon jó játékost, vagy akár kettőt is. És ha még nyomnám még egy szezont, lehet, hogy elég sikeresek lennénk. Nem tudom. De nyilván ezt már csak a FIFA 23-ba fogjuk megtudni. Nem tudom, milyen csapatot fogok választani. Gondolkozok, ami itt kiválasztunk valamit, így gyorsan csak, hogy megnézzük. Nem hosszabbítottunk szerződéseket, szóval lesz, aki elmegy. Meg itt van mindenki. Szóval még most is lehetne szerintem hosszabbítani. Szóval majdnem 160 milliónk van, hát az elég szép összeg, abból már két játékos is kijönne. Vagy egy nagyon jó. Az igen, milyen csoportot választotta itt meg annak Real Madrid, City, Bayer. Na de szerintem elég jól teljesítettünk. Nem tudom, hogy kivel fogunk tényleg nyomulni a FIFA 23-ban, nem tudom, most csinálok-e saját csapatot, jó kérdés, még én sem tudom erre a választ. De az biztos, hogy lesz karriermód. Vagy játékos, nem, játékos karriermódot én nem akarok. Csapat karriermód az lesz, de hogy kivel, mivel, vagy hogy lesz, azt még nem tudom, de hamarosan lesz. Ez volt a FIFA 22-es karriermódunk utolsó része, nem tudom, hanyadikra sikerült ez. Én ezt úgy könyvelem el, hogy sikeres a szezon zártunk magunk után, és szerintem, ha még ezt a szezont is lenyomnánk, akkor meg lenne a Bajnokok Liga Egyézlem. Akár simán meg lenne, hosszabbítanánk a szerződéseket, meg minden, akkor simán meglenne lenne valószínűleg. Na de nektek nagyon szépen köszönöm, hogy mindvégig velem tartottatok, itt a FIFA 22 utolsó videójában is, és a többi videóban is. Remélem, hogy még a következő karriermódos videókban is velem tartottok majd, ami a FIFA 23-ban lesz értelemszerűen. És őszintén megmondom, én nagyon várom, mert szeretem csinálni, én élvezem nyugodtan írjátok meg, hogy ti mit szeretnétek látni, milyen bajnokságból, milyen csapatot akár konkrétan, vagy hogy hogy legyen, de ha nem írtok nagyon semmit, akkor valószínű én fogok választani valamit, és elég gyorsan szeretnék választani. Meglátjuk, hogy hogy lesz, mert eddig még nem írtatok, de lehet, hogy spanyol bajnokságot megnézzük. Végül is köszönöm nektek a figyelmet, végszóra, hogy itt voltatok velem és velem, tartottatok a következő videók egyikében pedig találkozunk, addig is, sziasztok!